Szevasztok, kedves mangókák! Itt vagyunk Tiszafüreden, indul a tiszafüredi móka. A srácok azok itt most jöttek vissza a helyi ABC-ből, vettek pincepörköltet, csomagoltan mutatnám. Inkább egy fabbélműtét. Kávéból. Kávé, pincepörkölt. Hát ez ránézésre is vérátömlesztés. Írjátok meg részi kommentben, hogy a krumpli az paleós vagy sem. Pincepörköt magáért beszél. Az egy jó pincepörköt. De ez krumpli kinek a pincéje? Ez melyik cég pincéjéből? Mindjárt mondom, várjál. Jó, hát így nem lett fröccs. Így nem lett fröccs a csapatnak, azt kell, hogy hoztam mondjam. Két kávét, ma mit bírtam el. Arra nem volt hiszem, hogy egy bevásárlókocsit. Miért a legéhesebbet küldtük a boltba? Hát így elmegyek velem is, csak ezt dolgozunk. Hát te ugye gyomormosáshol leszel, ezért nem tudsz rájönni. Jó kaják lesznek ezek, Lackó? Ez így benne kávé. Trapacskát csinál nekem a Pista pikpak. Pikpak? Nézzük meg ugye, hogy hogy néz ki, aki megette. Jó, kis pacsony. Kis pacsony. Kis pacsony. Kis pacsony. István! Megetted azt az ipari hulladékonyat. Milyen volt? Tényleg mondom, hogy jó. Ne hazudj. Rendesen jó volt. Stangriball 2-3-at. Te mit keresel, István? Én egy sportovit kekszet keresem. Sportovit, itt akarod a paleó étkezéset, ez a kis pocakodba berakod a morkovitot. Panónia világos sör. Attól fáj a fejem, hogy fogosat. Ja, Panónia utoljára motorba volt jó. Best of Pity Selection. Az undorító gyerek. A szar nem azt szereti? Hát ez még egy igazán undorító dolog. Ez egy édesített ilyen cukorszirup, glukósszirupos hülyeség. Nem volt volna ilyen... Na az a sima peroni, az nem ugyanaz, az egy világos sör, az se jó. De... Most van az a rész, hogy a Pennybe bemondták a hangos bemondóba, hogy üdvözlök a Mangorhead zenekart. De ők hol vannak? Hol mondja be? Nyissák meg a másik kasszát, hogyha ezt már így sikerült bemondani. Mi is üdvözöljük innen a Pennynek az embereit, hogyha esetleg nézik ezt a műsort, akkor üdvözöljük Önöket. Most megy a mosolyok a víztükrén a Pennybe. Gyerekek, hát az Istvánnak itt szól a szaxofonja, miközben vásárol. Figyelj, ott a Csaba! 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 Csá! Na, ezért Hello! Gazdag Csabi on the board. Ez már itt az a rész, amikor a Csabival itt rakosgatjuk meg a színpadot. Eurosas set. Rakja, man! Yeah! Yes! Ne, hát ez milyen szolgáltatás, hogy ezt mások csinálják helyettünk? Hát ez mi? Nálunk vagytok. Hát mert akkor vacsorára vendégül látjuk ezeket az urakat. Hát ez mi ez? A régi barátságra való tetves tekintettel. Az oldalán van a fogantyús lefentyű. Hát ez figyelj! Gyerekek, magától megy a rekeke. Azt mondanám. Vagy hát nem magától, szakemberektől. Itt a lényeg, gyerekek. Azért így lassabb ilyen melegben, mert hogy nincs itt a jön. Nagyon fázol. Aha, fázol, de jó a füst is még. Jaj, de szemét még köhögünk, fázunk is, jó lesz. Kedves gyerekek, ez már az a rész, ahol indul az intro. Itt állunk a stage mellett. Sok sikert, kedves gyerekek. Mindig izgulok, hogy indul el az intro. Hajrá, hajrá. Ma este senki nem szól rám, nincs a város, mégis érzem.
voltatok. Köszönjük szépen! Találkozunk a következő alkalommal, a barátok Facebookon és Instagramon. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok. A szép napokat itt vagyunk, Szilágyi László! Itt van velünk Kató István! A valamikori Partálkos Danona, aki beszól! És nem fél a 12 évesektől! Köszönjük, hogy itt voltatok! Nagy királyok vagytok! Érezzétek jól magatokat! És nagy respekt Manu barátoknak, ki a nem sokáig is elszólalkoztat titeket! Figyeljük az orrátokra, jó? Yeah, yeah, yeah! Boom! Ja? És mi mondja, hogy köszönjük szépen! 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 Szevasztok, kedves gyerekek, itt vagyunk a bár után, elég jó hangulat. Itt van velünk Izzy, aki a Mangorize VLT Promoters csapatának jeles tagja. Izzy, rajta több ízben vannak Mangorize polók, nem? Hány rétegben? Bizony, dupla rétegben nyomom, hát kérlek! Gyerekek, hát itt van rajta, rá van írva, amit sugárzol vissza, és az hat rád, szép! Milyen volt a bár? Sőt, tetkom is az van, nagyon hogy, jó ja, fia, ott egy Mangorize tetkó rajta, hát ezt csak úgy általánosságban mutatnám. Ennyire jó tudsz még egyet? Nem tudsz. Ugye mesélj már nekünk az év közbeni csinálásokról. Mit csinálunk mi együtt? Mert hogy az van, hogy a kedves nézők nem tudják, hogy létezik egy Mangorize VIP Promoters Group, aki így egész évben azért dolgozik, hogy egy csomó-csomó content eljusson hozzátok. Mi a helyzet? Mi a kedvenc videóra? Azt mondd meg. Hát, kedvenc videóm, az összes kedvenc videóm, mindent megosztunk. Szevasztok VIP crew, fel a kezeket! Nagyon az, szóval itt vagyunk a backstage-ben, elég jóra alakult a bál, azt mondta Rem István, mit tudnál elmondani a helyzet alakulásáról? A helyzet, a nemzetközi helyzet fokozódott. De stabil. Folyamatosan fokozódik, de stabil. Uraljuk, uraljuk. Mi irányítjuk, ugye? Mi irányítjuk, jaj, jaj. Laci! Mi az? Fejlődik a város? Fejlődik a város, bizony, igen, te mondtad. Gyerekek, fejlődjön a város, én azt mondom. Hadd fejlődjön. Szevasztok! Gyerekek! Hát a Danka Chili azt telerakta az autónkat Chilivel, nézd meg, hogy mi van a hátsó ülésen. Figyelj, az van, hogy jött a Danka úr, Magyarország egyik legkomolyabb chili termesztő csávója, és belerakta az autónkat chili palántával. Nézd meg, hogy ez hogy néz ki. Hát tudsz még egy ilyen jót? Nézd meg a formát. Ide jött, és odaadta azokat a növényeket, amiket ő termesztett. Hogy vigyük haza, és legyünk vele boldogok. Hát ebből lehet tanulni. Most van az a rész, hogy... Das ist ein Ries! Ja, most van az a rész, nicht gut, amikor az István az a Feng Shui szerint bepakolja az autót. Látványosan alkalmatlan a feladatra a magyar versenyző, és ennek ellenére nyilván mi más tehetem, hogy megpróbálja újra rakja, szétrakja, rárakja, alárakja, betömködi, betöfködi, a műanyagok megsínlik, az autó lerongyolódik, nem számít. Vagyom, és olyan Katok Ispánt semmi nem fékezheti meg ebben a cselekedetében. Ő most már pedig nem észre, de erővel be fogja pakolni az autót. Akkor búcsúzz el a beltértől, tehát tulajdonképpen most történik meg az, hogy az autó az egyből egy millióval kevesebbet fog érni. Cson nélkül bevett! Fiat, cson nélkül! Katók, István, Életveszély, életveszély! Hogy vagyunk? Kérdezte Sztálin elvtárs. Jól vagyunk. Tréfálkoztak a parasztok. Mi lenne, ha főznék egy csirkepaprikást? Egy jó kávéval akarsz megkínálni? Igen, egy jó kávéval is meg akarnak. Nagyon jó volt, azt hiszem, nem tudom, meséljétek el. Nem emlékszel? De az a rész sincs maga, amikor kivitettek? Van rész. De nem téged. Hol nem? Egy gyümölcsöt, hogy kivitettek. Meghal a pali! Nem bírja végighúzni. Meghal. Elindulok a kinnél. A kivér? A makivér, a kinnli. Számíts magad, biztos, hogy eljutsz odáig. Persze, nem biztos, hogy eljutsz odáig, csak semmi ősködés. Jó, van ez ki volt? Nem volt.
Hát azért az a neve kínli, különben a Bellet van, a Belli lenne a neve. István a zongorán áll, fehér ebb az orgonán áll. Szevasztok, srácok! Itt vagyunk Tiszaörvényen, ahol beugrottunk a Hello Hall nevezetű helyre, ami nagyon-nagyon menő, Nagy Laca ajánlása. Mindenféle hal chipset és fish and chipset eszünk, isteni finom, nagyon komoly minőségben elkészítve. Mutatom nektek a gyerekeket, itt csücsülnek. Szevasztok, gyerekek! Hello! De jól néz ez ki. Miket eszünk? Eszünk süllőt. Eszünk harcsát. Most lehet, hogy fordítva mutatom. És ilyen ponytepertő jellegű dolgot. Mutatnám. Nagyon jó, nem? És ezt bele lehet mártani ebbe a jó mártásba is. Valószínűleg fogalmunk sincs, hogy melyik-melyik, nem? Mondjuk ki. Tehát, hogy tudjuk. Ezt a távolabbi tepper jamnek eszem, maradékot meg borsófőzinek. Na, milyen halat akkor ez? Ez azért, ez a tengeri csikó. Csikóhal. Csikóhal egyben. Ez egy csikóhal, így van. Dinnyelé, Wassermelon, oké. Drinknya. Tudjátok, miért görög dinnye, görög dinnye? No? Mert görög, gurul. Nem azért görög, mert görög, hanem népiesen gurul, görög. Gyerekek, ez mi? Mi? Hú, hát ez egy... Hát ez kérlek halászni. Kedves mangókák, így érkeztünk hát a tiszafüredi epizód végéhez, ismét imádtunk a halasnapokon játszani. Nagyon-nagyon menő volt, és tök sok ember összegyűlt, sok szeretetet kaptunk, meg chili palántákat, amik itt vannak hátul, nem is látszik tőlük, az Isten, hogy ott reinkarnálódik, illetve hát Lackó-Mackó tereli a mangóvágent szépen, ahogyan azt kell, mintha kéz nélkül érvek emberek állnának az autóban, úgyhogy tartsatok velünk a következő részekben, és iratkozzatok fel, és hallgassatok sok Bangóra ezt. Szevasztok!